arra van szükség, hogy helyreállítsuk azt a mondjuk 20 évvel ezelőtti állapotot, amikor például még a országgyűlés volt a népszuverenitás letéteményeseként arra hivatott, hogy a okos nép gyülekezeteként a társadalom számára költségvetést alkosson. Ma rendeleti költségvetés van, amelyik eleve áttekinthetetlen, és kifejezetten tudatosan olyan szerkezetben van megírva, hogy azt a megelőző évvel ne lehessen összehasonlítani, következésképpen a fiskális politikának semmi szakmai alapja nincsen Magyarországon. A költekezés az azon múlik, hogy az egyes érdekcsoportok, akik a nemzeti együttműködés rendszerébe, vagy mondjuk úgy a nemzeti szégyen kormányának a holdudvarába ülnek, azok mit bírnak kihasítani abból a tortából, ami vagy a magyar adófizetők pénzéből, vagy a nyugati adófizetők pénzéből keletkezik.